Napra pontosan 9 éve szenvedett síbalesetet Mihály Schumer. A nyilvánosság azóta sem láthatta őt, állapotáról pedig hivatalosan szinte semmit sem közöltek. Ez azonban nem gátolta meg, hogy időről időre ismét cikkezzenek a 7-szeres világbajnokról. Az elmúlt 9 évben rengeteg találgatás és utólag cáfolt információ jelent meg Schumacherről, elsődlegesen a bulvár sajtó tollából. A mai videóban az igaznak bizonyult, vagyis inkább a nem cáfolt információkat szeretnénk összefoglalni, és bemutatni azt, hogy mi is történt Schumacherrel 2013. december 29-e óta. Mikor Schumacher 2012 év végén ténylegesen visszavonult és szögre akasztotta a bukós zsakját, megfogadta, hogy minden idejét a családjának fogja szentelni. Gyermekei ekkor még 10 évesek voltak, de velük együtt igencsak aktív családi életet élt. A baleset Méribelben, a francia Alpokban történt, ahova a család Mihály születésnapjára utazott el, a január 3-ai ünnepség előtt ugyanis egy egyhetes síelést terveztek. Schumacher tapasztalt síelő volt, ezt rengetegen megerősítették. December 29-én lesiklás közben letért a pályáról, egyes szemtanúk szerint azért, hogy egy ismerős kislányán segítsen. Az biztos, hogy egy kövekkel teli részre jutott, amit egy nagyon vékony hóréteg fedett még az előző esti havazásból. Egy ilyen számára nem látható sziklán botlott meg és csapódott fejjel előre egy másik kőnek. Az esés erejét jól leírja az a tény, hogy a sisakja ketté tört. A mozdulatsort a fejkamerája amúgy végig felvette, később innen tudták rekonstruálni az eseménysort. Egy mentőegység pár percen belül a helyszínre érkezett, a 7-szeres világbajnokot pedig végül mentőhelikopterrel szállították a grenoblei kórházba. A szemtanúk beszámolói alapján Schumacher a helikopter érkezésekor még tudatánál volt, beszélni azonban már nem tudott. Kórházba érkezése után pár órával, majd másnap is műtétet végeztek rajta, hogy az agyában keletkezett vérömlenyt eltávolítsák, illetve csökkentsék a koponya üreg nyomását. Sérülései miatt mesterséges kómába is helyezték, a baleset híre pedig ekkora már körbejárta a médiát. Rögtön megkezdődött azonban az az általános hírzárlat, ami azóta is tart. A család kérésére január 3-ától sem Schumacher menedzsere, sem az orvosok nem jelentettek meg sajtóközleményt, és legtöbb újságírói kérdésre is tagadó választ kellett adniuk. Biztos forrásból származó hír legközelebb csak áprilisban érkezett, mikor Sabine Kem, Schumacher menedzsere közölte azt, hogy az orvosok megkezdték a 7-szeres bajnok felébresztését. A folyamat végül több hétig tartott, de júniusban már ismételten a tudatánál volt Mihály. Az orvosi csoport így arra is engedélyt adott, hogy Franciaországból Svájcba szállítsák a sérültet, ahol a Lausanne-i klinikára vitték. Innen 3 hónap lábadozás után 2014. szeptemberében került a családi otthonába. Kem nyilatkozata szerint a hazaszállítás nem a felépülés jele, hanem csak annak a következménye volt, hogy a rehabilitációt immáron az otthonából is folytathatta. Ezek után majdnem egy év telt el úgy, hogy a család részéről bármilyen nyilatkozat is érkezzen. Végül 2015 májusában tudhattuk meg a Schumachertől, hogy tapasztaltak ugyan némi javulást, de még hosszú az út a felépülésig. Ezzel el is ismerte, hogy nagyon súlyos Schumacher idegrendszeri sérülése. A következő időszakban több sajtóperre került sor, Corinna Schumacher ugyanis beperelte azokat a lapokat, amelyek valótlanságokat állítottak a férjéről. A tárgyalások során megtudhattuk, hogy Mihály nem épült fel, képtelen önállóan járni, ahogyan a terapeutái nélkül fel sem tudna állni. A némaság burkolózó család csak két régi Ferrari-s barátot, Ross Brown-t és Jean Todt-t engedte közel magához. Todt nyilatkozatai alapján több futamot is együtt néztek Mihállal, de sem ő, sem Brown nem ment bele a részletekbe, tiszteletbe tartva a család kérését. Hasonlóan tett az ekkor már nemzetközi szinten versenyző Mick is, aki mindvégig hárította az apja állapota felül érdeklődő kérdéseket. Hosszú évek hallgatása után 2019-ben kaptunk újabb híreket a németről, ismételten Totton keresztül. Az FIA akkori elnöke szavaiból tisztán kivehető volt, hogy Schumacher, akivel újfent közösen néztek meg egy futamot, nem tud szóban kommunikálni.
Pár hónappal később, 2019. szeptemberében egy párizsi magánklinikáról jelentették Mihály jelenlétét, aki egy kísérleti őssejtkezelésre érkezett. A beavatkozást egy évvel később megismételték, a klinika orvosai szerint azért, hogy újjáépítsék a versenyző idegrendszerét. Utoljára a 2021 végén megjelenő Schumacher dokumentumfilmben hallottunk az akkor már 52 éves világbajnokról. A Netflix által forgatott filmben a család beszélt arról, hogy hogyan élik meg azt, hogy Mihály ugyan ott van köztük, de már egy teljesen más formában. Zsántott szavai szerint Corina fáradtságot és pénzt nem kímélve dolgozott azon, hogy a férje túlélje a balesetét, ez viszont következményekkel járt. Most ezekkel a következményekkel kell élnie. 9 évvel a baleset után tehát hivatalosan nem, de a család szűk körétől és az orvosoktól származó nyilatkozatok alapján azért elég jól ismerhetjük Mihály Schumacher állapotát. A földet éréskor kapott ütés, valamint a kialakult vérömleny súlyosan károsította a 7-szeres világbajnok idegrendszerét, aki azóta ágyhoz kötve, beszédképtelenül él otthonában, felépülést pedig csakis kísérleti kezelésektől remélhet. Ha tetszett a videó, kérlek nyomd rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornánkra, hogyha még nem tetted meg. Hogyha kifejezetten tetszenek a tartalmaink, Patreonon támogathatsz minket, az eddig támogatóinak nagyon szépen köszönjük a bizalmat. Találkozunk a legközelebbi videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!